Köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit a 2016-os évet értékelő sajtótájékoztatónkon, és egyben felkérem Dányi Béla tűzoltó dandártábornokot, a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját, tartsa meg előadását. Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent képviselőit. Nem tudom, így látható a dia, vagy... Látható. Vagy esetleg... Így talán jó. Vagy így a fényviszonyok nem jók a... Jobb volt az előzőben. Jobb volt. Köszönjük. Kérem. Hát tisztelettel köszöntöm Önöket a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtótájékoztatóján. Ma délelőtt a megyeházán megtartottuk a 2016 évi értékelő és a 2017 évi feladatokat meghatározó állománygyűlésünket, tiszti értekezletünket. A tiszti értekezletnek az előjárója dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagyúr, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója volt, megtisztelte értekezletünket jelenlétével Takács Szapos kormány megbízott úr, a megyei közgyűlés elnöke, Polgárdi Imre úr, illetve a társ és együttműködő szervek képviselői vezetői. Az állomány értekezleten beszámoltunk, mint ahogy a nevében is benne van, a 2016 évi tevékenységünkről. Erről szeretnék egy pár gondolatba a sajtón keresztül a megye lakosságát, a nyilvánosságot tájékoztatni. Meghatározásra kerültek a fő feladataink. Erről nem tudom, hogy miért tűnt el onnét egy... Jó, a másikon megvan. Meghatározásra kerültek a fő feladatok tulajdonképpen már az elmúlt évben. Ezen a dián lehet látni, csak egy-két gondolatot megragadva, vezetői, irányítói munka tudatosságának javítása, fejleszteni a kockázatértékelés módszereit térinformatikai alkalmazás segítségével, polgári védelmi szervezetek műveleti alkalmazásának fejlesztését, a tanulóifjúság bevonása a közösségi szolgálatba minél nagyobb létszámban, a védelmi igazgatás katasztrófavédelmi feladatainak ellátásának fejlesztése, az önkéntes tűzoltó egyesületek erősítése, tulajdonképpen az önkéntes tűzoltó mozgalomnak a fejlesztése. Kiemelt figyelmet kellett, hogy fordítsunk a jogszabályváltozás következtében a Szevezó 3 irányelv magyarországi bevezetésével a rendeleti erőírások végrehajtására. A katasztrófavédelem műveletirányítása átköltözött a megyei rendőrfőkapitányságra ez évben, és ott az egységes segélyhívó rendszer 112-es rendszerébe az állomány becsatlakozott, illetve felkészítését megtartottuk. A veszélyes áruszállítás ellenőrzése, mint a megyében jelentős számú veszélyes üzemmel rendelkező létesítmények miatt kiemelt feladatunk volt. Kiemelt feladatunk volt a célkitűzésként szerepelt a hatósági munka integritásából adódó előnyök kihasználásával a társhatósági együttműködés fejlesztése, az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése, a jogszabályok érvényesítése. Tűzoltósági szakterületen. A dián a Veszprém megyeben működő tűzoltóságok láthatóak. A katasztrófavédelmi igazgatóság alárendeltségében 6 hivatásos és 4 önkormányzati tűzoltóság látja el a települések mentőtűzvédelmi lefedettségét, de a településekhez való távolságuk alapján vonulnak még Vas megyei, Fejér megyei és Zala megyei hivatásos tűzoltók is, illetve önkormányzati tűzoltók is, hisz a távolság számunkra meghatározó, hogy minél hamarabb kiérkezzenek a kollégák, hogy segítséget tudjanak nyújtani, illetve meg tudják kezdeni a tűzoltást, a műszaki mentést. Az események megoszlása látható ezen a dián. 2842 jelzés érkezett a megyei műveletirányításra, amelyből 1667 beavatkozást igénylő tűz vagy műszaki mentés volt. Ez sajnos emelkedett 10%-kal a tavalyi évi 1515 beavatkozást igénylő eseményhez képest. A beavatkozásaink túlnyomó többségét, 98,5%-át egyes riasztási fokozatba hajtottuk végre. Ez tulajdonképpen a legalacsonyabb riasztási fokozat. Ez a riasztási fokozat is
azt tükrözi, hogy az önkéntesek és az önkormányzati tűzoltóságok a mentőtűzvédelemben betöltött szerepe helye létjogosultsága indokolt és szükséges. Az önkormányzati tűzoltóságok 89%-ban önállóan avatkoztak be az elsődleges műveleti körzeteikben. 2016 évben 508 tízesetünk volt, az előző évben 535, lehet látni egy minimális csökkenés tapasztalható a tűzesetek számában. Sajnos nem mondhatjuk el ezt a műszaki mentések vonatkozásába, hisz 2016-ban 1158 műszaki mentésünk volt, a 2015-ben pedig 980 műszaki mentéshez viszonyítva. Ez az emelkedés az elsősorban annak köszönhető, hogy gondolom emlékeznek rá, tavaly júliusban egy nagyobb vihar csapott le a Balaton északi partjára, ahol jelentős számú beavatkozásunk volt. Csak egy adalékként hagy mondjam el, hogy július hónapban 518 esetben vonultak a tűzoltók műszaki mentéshez, ebből 450 három nap alatt volt 450 bejelentett esemény, ez a már említett július 13-ai vihar, ami elsősorban Balatonfüred térségét, a Balaton felvidéknek ezt a részét érintette. A szabad területi tűzesetekben is csökkenés sikerült elérjünk, szinte 2002 óta folyamatosan csökken a szabad területen bekövetkezett tűzesetek száma, igen jelentősen, hisz 2002-ben 551 tűzesetünk volt, az elmúlt évben ez 126-ra csökkent. Mint ahogy a diagramon is jól lehet látni, szinte minden évben csökkent. Egyedül a tavalyi év volt egy kiugró, amikor nem sikerült ezt a csökkenést elérni, de gondolom, hogy erre még egy páran emlékeznek, hogy igen száraz és csapadékszegény időjárás volt. A 2016-ban tovább erősítettük az önkéntes tűzoltó egyesületeket. Két önkéntes tűzoltó egyesület alakult a megyében, ezáltal az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek száma 19-re emelkedett. Nagy örömünkre szolgál az, hogy három önkéntes tűzoltó egyesület kategóriaváltást hajtott végre, a képzés, a személyi és tárgyi feltételek bekövetkezett változás eredményeként magasabb kategóriába kerültek, ami érdekes módon az egyes nálunk a legmagasabb, a négyes a legalacsonyabb, tehát kettes, illetve hármas kategóriába, ketten kettes és egy pedig hármas kategóriába került. Nagy öröm számunkra, hogy 2016. május 1-jével a Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megkezdte a megyében elsőként működését, mint önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület. A képességek és a kategóriák váltásához nagy mértékben járult hozzá a 2016-ban kiírt és elnyert pályázatok. A megyéből 13 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton, ahol több mint 8,2 millió forint értékben részesültek támogatásba, ezek működési költség, szertárépítés, felújítás, védőeszközök, kéziszerszámok, egyéb szakfelszerelések, tűzoltó technikai eszközök beszerzését tették lehetővé. A megye területén egy nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik. Képzésekre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, 435 helyismereti gyakorlatot, 105 szituációs begyakorlatot, 61 ellenőrző gyakorlatot tartottunk, egy megyei törzsvezetési gyakorlatot és 2 megyei ellenőrző gyakorlatot szerveztünk. 2016. márciusában regionális tűzvizsgálói képzést tartottunk a megyébe, 6 megye részvételével, szakembereinek a részvételével, amelyen a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság szakemberei is tartottak előadást a közös helyszíni szemlék hatékony megtartása érdekében. Nagyon nagy munkát végzett 2016-ban a Területi Tűzmegelőzési Bizottság. A bizottság az elmúlt évben
25 közleményt adott ki. Ezek a közlemények itt láthatók a dián, a szénmonoxid mérgezéstől, a megelőzésre helyezve a hangsúlyt, az égés termék elvezetőkkel kapcsolatos megelőzési feladatokról, szabadtéri égetés, lakástűz, aratás, de sorolhatnám itt a évvégi adventi időszakotnak a tűz eseményei megelőzése érdekében kiadott tájékoztatónkat, illetve a jégen való tartózkodás szabályait keresztül igen kiemelt feladata volt a bizottságnak a megelőzés és a tájékoztatás. Polgári védelmi szakterület. 2016-ban is végrehajtottuk a megye mind a 217 településének katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeképpen módosítás nem született. A dián látható, hogy 15 település egyes, a legmagasabb katasztrófavédelmi besorolásba tartozik. 62 település kettes, és 140 település pedig hármas osztályba tartozik. A év során folytattuk a kockázati helyszínek beazonosítását, kezdeményeztük a szükséges helyszíni ellenőrzéseket, 1103 szakterületi ellenőrzést hajtottunk végre. A Megyei Védelmi Bizottság 2016 évi feladattervében meghatározott katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásra kerültek, csak soros ülést tartott a Védelmi Bizottság, rendkívüli ülés megtartására nem volt szükség. A Védelmi Bizottság anyagi támogatásával sikerült az igazgatóságon kialakítani ezt a tantermet, amely törzstanteremként funkcionál, és tulajdonképpen amennyiben szükségessé válik a Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi munkacsoportjának is, ez a tanterem biztosítja a működési feltételeit. Központi rendeltetésű Hunor mentőszervezetnek a megyében 4 fő a tagja. A megyei mentőcsoport mellett 10 járási, 78 települési mentőcsoport alakult a megyében. A mentőcsoportban beosztásra került polgároknak a száma, akik önkéntes szolgálatot vállaltak, 1014 fő volt. 2016 évben két alkalommal került sor ezen mentőcsoportoknak az alkalmazására, az már említett Balaton felvidéket sújtó viharkárok, illetve villámárvizek esetében végeztek a mentőcsoportok védekezési feladatokat. Két alkalommal tartottunk megyei törzsvezetési gyakorlatot, ezekben a gyakorlatokban a helyi védelmi bizottságok operatív törzsei is bevonásra kerültek. 7 külső védelmi tervgyakorlatot és 1 külső veszélyhelyzeti tervgyakorlatot tartottunk, valamint egészségére. Október 8-án Tapolcán az igazgatóság szervezésében komplex együttműködési gyakorlatot tartottunk, amelyen a sajtó képviselői is jelen voltak. Kiemelt figyelmet fordítottunk a katasztrófák megelőzésére, a lakosság felkészítésére. Minden állampolgárnak joga, hogy megismerje a környezetében lévő veszélyeztető hatásokat, elsajátítsa az irányadó magatartási és védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelembe. Ennek a felkészítésnek a keretében a tanulói ifjúság körében az Egy nap a biztonságért, Egy nap az iskolában program, illetve egyéb rendezvények és gyakorlatok keretében pedig a lakosság nagyobb részének a tájékoztatását, képzését, felkészítését hajtottak végre. 2016-ban is megrendeztük a hagyományoknak megfelelően nagyon népszerű, területi és helyi szintű, felmenőrendszerű ifjúsági versenyeinket. Az ifjúsági versenyeken 60 általános iskola és 22 középiskola vett részt, 328 fő tanulóval, és örömmel jelentetem, hogy az országos versenyen a Tapolcai Gimnázium és Kollégium csapata 3. helyezést ért el. A közösségi szolgálat nagyon népszerű, arra törekedtünk, hogy megismerjék a fiatalok
a közösségi szolgálatot a katasztrófa védelmen belül. Mint ahogy lehet látni, 2012-től folyamatosan és igen nagy számba emelkedtek a közösségi szolgálatban résztvevő fiatalok száma. Célunk a közösségi szolgálat által nyújtott megelőzési, felkészülési lehetőségek hatékony kiaknázása. Iparbiztonsági szakterületen. Mint ahogy említettem, a Seveso 3 bevezetésével kapcsolatban veszélyes üzemek számában jelentős változás nem történt. Jelen pillanatban 20 felső küszöbértékű, 3 alsó küszöbértékű és 13 küszöbérték alatti veszélyes üzemet tartunk nyilván a megyében. A veszélyes üzemekhez kapcsolódóan kiemelten kezeltük a veszélyes áruszállítás ellenőrzését, ennek a száma is folyamatosan nő, ezen belül a legnagyobb növekedést a közúti szállítás ellenőrzésben, az úgynevezett ADR ellenőrzések számában mutatkozott meg. A számmal, az ellenőrzések számával szinte arányosan a hibák száma is nőtt. Az elmúlt évben 112%-kal nőtt a kiszűrt és feltárt szabálytalan szállítások száma. 2611 jármű ellenőrzését végeztük el, 317 tartozott ezen járművekből az ADR hatája alá. Az ellenőrzött járművek száma 88%-kal, az ADR gépjárművek száma 73%-kal emelkedett. Az ellenőrzött vaskúti vagonok száma is enyhe emelkedést mutat, azonban a RIT hatája alatt tartozó szállítmányok száma változatlan. A megyében 2012 óta veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó balesetek száma közúton változatlan, itt látható a dián, 4 volt 2014-ben, 15-ben és 2016-ban is. Természetesen ezt is soknak tartjuk, hisz az lenne a cél, hogy ez nulla legyen. Amit a vasúti szállítás vonatkozásában sikerült elérni, 3 éve nem volt baleset. A katasztrófa védelmi mobil labor 2016-ban 43 alkalommal vonult, jelentősen nőtt a tűz és gázvezeték sérülések miatt történt riasztások száma. A gázvezeték sérülések számát elsősorban a gépi földmunkavégzés, valamint a belterületi elhanyagolt területeken végzett fűnyírás fűkaszálás adta, hisz itt sérültek meg a gázvezetékek, és ezek adták a riasztások jelentős részét. A tűzesetek vonatkozásában a tűzoltásvezetők egyre gyakrabban igénylik a katasztrófavédelmi mobil labornak a szakmai segítségét, riasztását, ezt a bonyolultabb veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozások szintén indokolják. Hatósági szakterületen 4254 esetben hajtottunk végre ellenőrzést, 448 esetben hatósági szemre került végrehajtásra. Ez az előző évéhez viszonyítva 212%-kal emelkedett. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzést 2776 esetben végeztünk, ami az előző évéhez képest 128%-os emelkedés. A polgári védelmi területen már az előbb említett 1103 ellenőrzést hajtottunk végre, ami az előző évhez viszonyítva 163%-os emelkedést jelentett. A iparbiztonsági területen 368 ellenőrzés történt, amely 8%-kal több az előző évinél. Piacfelügyeleti ellenőrzést 7 esetben hajtottunk végre, és 19 esetben részt vettünk a Veszprém megyei rendőrkapitányság által szervezett éjszakai szórakozóhelyek, valamint zenés-táncos rendezvények ellenőrzésein. Az ellenőrzések alkalmával a hatósági szakterület kirívó szabálytalanságot nem állapított meg. 2016 évben az elsőfokú hatósági ügyek száma 1487 volt.
Ennyi eljárást indítottunk, ez 28%-kal több, mint az előző évben. Ez elsősorban a Szevezó 3, illetve az ellenőrzések hatékonysága miatt emelkedett ilyen jelentősen. És örömmel állapítottuk meg, hogy a másodfokú ügyek száma jelentősen csökkent, 9 esetben történt hatósági megkeresés. Ez az előző évihez képest 25%-os csökkenést jelent. A másodfokú döntésekkel szemben az ügyfelek keresetet nem nyújtottak be. Ez a hatósági munka szakmai színvonalát nagyon jól tükrözi ezek a számadatok. Bírságolási eljárás, hát sajnos az is volt, 142 esetben kellett bírságot kiszabnunk. A bírságolási eljárások számának növekedése az ellenőrzések számának emelkedésére vezethető vissza. A legtöbb bírság a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt került kiszabásra. A bírságolási összegek a jogszabályváltozás következtében csökkent legkisebb kiszabható bírságtételek változása miatt, ebben jelentős csökkenés volt. Nem emelkedett arányosan a bírságok számával, tehát csökkentek a bírságolási tételek. 2016-ban az igazgatóság és helyi szerveinél összesen 710 elsőfokú szakhatósági eljárás indult, amely 32%-kal kevesebb az előző évhez viszonyítva. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy a kiemelt beruházásokat most kaptuk vissza ennek a engedélyezési, illetve a hatósági eljárási szakhatósági jogkört. A engedélyezési eljárások már a szakhatósági jogkörünk visszakapása előtt megtörténtek, a használatba vételi eljárások pedig még nem kezdődtek meg. Illetve a bürokrácia csökkentést szolgáló építésügyi jogszabályváltozások hatására a megyeiben jelentősen csökkentek azok az építési engedélyezési eljárások száma, amelyekben a tűzvédelmi szakhatóság bevonása szükséges. Kéményseprőipari szolgáltatás. Július 1-től a megyében a lakossági kéményseprőipari szolgáltatást a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRT-től, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Veszprém megyei ellátási csoportja vette át. Ezen kívül 3 szolgáltató jelölte meg Veszprém megyét ellátási területén, ahol díj ellenében végzik a közületek, vállalkozások számára a szolgáltatást. Kéménytüzek, szénmonoxid mérgezések esetében vizsgáltuk az égés termékelvezetők felülvizsgálatának meglétét, műszaki állapotát, a közszolgáltató, a tulajdonos használó felelősségét. 2016 évben 8 darab panasz közérdekű bejelentés érkezett a kéményseprőipari közszolgáltatás tevékenységgel kapcsolatosan, amelyeket kivizsgáltuk és az érintetteket tájékoztattuk. A kéményseprőipari közszolgáltatás hatósági felügyelete a jogszabályi változásoknak megfelelően történt. Főügyeleti tevékenység. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányságon kialakításra került a megyei tevékenységirányítási központ, amely minden szempontból megfelelő feltételeket biztosít a szabályzóban előírt működéshez. 2016. január 12-én megtörtént az ügyeletvezetők és műveletirányítók átköltözése. A tevékenységirányítási központban a két szervezet együttműködése példás, hisz itt a rendőr kollégákkal együtt látjuk el a szolgálatot. A szolgálati kötelmeiket, a tevékenységeiket mellérendeltségben a rájuk vonatkozó szabályok alapján látják el a kollégák. 2016. július 1-ével a megyei tevékenységirányítási központban szolgálatot teljesítők esetében áttértünk a 1224-1248-as szolgálatrendre. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat nagyobb erőt eszközt igénylő, bonyolultabb káreseteknél átveszi az irányítást, a vezetést, szervezi a komplex katasztrófa elhárítási tevékenységet. 2016-ban katasztrófavédelmi műveleti szolgálat végezte a tűzeseti helyszíni szemléket, lefolytatta a tűzvizsgálati eljárásokat. Fejlesztéseinkről. A tűzoltó gépjármű fejlesztési program keretében az igazgatóság 2016
május 10-én egy darab új magasból mentő gépjárművet, december 20-án egy darab hazai fejlesztésű új Rába R16-os Heros Aquadux X-típusú 4000 literes gépjármű fecskendőt vett át. A központi ellátás keretében kompozit palackok, légzőállarcok, tűzoltóvédőruhák, védőcsizmák, mászóövek, nehéz gázvédőruhák, hidraulikus feszítővágó berendezés, pneumatikus emelőpárnák, hőkamera, gázmérő műszerek kerültek átadásra. 2016 évben a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság öltözőszekrényeinek a cseréje, valamint az új törzstanterem kialakítása került végrehajtásra fejlesztés keretében. Az igazgatóság állománya aktívan részt vesz a különböző sportversenyeken, úgy a helyi, területi és az országos versenyeken. 2016-ban Szánkán került megrendezésre a katasztrófavédelem országos családi és sportnapja, amelynek szervezésében és lebonyolításában a megyei állomány közreműködött. Kiemelt rendezvényeink voltak, tavalyi évértékelőnk, a Fehér Péntek, amely a Veszprém megyei rendőrfőkapitánysággal egy közös rendezvényünk volt, 135 éves volt a Balatonfüredi Tűzoltó Egyesület, ahol szintén egy ünnepségen és egy bemutató keretében ünnepeltük a jubileumot. Zirci önkormányzati tűzoltóság szer és csapatzászló átadó, valamint laktanya névadó ünnepsége került megtartásra. A pápai tűzoltóság 145. évfordulóját, jubileumát ünnepelte, amely keretében pápán tartottuk meg a Flórián napi rendezvényünket. A törzstanterem átadása volt, amely sajtónyilvános volt, ünnepélyes keretek között is megtartottuk nyugdíjasainknak a találkozót. A sajtó munkatársaival a már kialakított kapcsolat erősítése és stabilizálása volt a cél. Ebben az évben tartottunk több sajtótájékoztatót, egészen pontosan 7 sajtótájékoztatót tartottunk, és 103 közleményt adtunk ki. Összesen 2659 tudósításból, a televízióban és rádióban 898, az internetes portálokon pedig 1761 alkalommal jelentünk meg. Az igazgatóság kiemelt figyelmet fordított és igen széleskörű együttműködést tart fent a különböző szervekkel, szervezetekkel. Ezt a kialakított jó kapcsolatot erősítette a tavalyi évben közösen végrehajtott feladataink, kapcsolataink. Szeretném megköszönni itt ezen a fórumon is az együttműködő partnereinknek a 2016 évi eredményes együttműködését. 2016-ban a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az alaprendeltetéséből fakadó feladatait teljesítette, a jogszabályokban, a közjogi szervezet szabályzó eszközökben meghatározott irányítási, felügyeleti, hatósági, szakhatósági jogköreiben eljárva hatékonyan és eredményesen járult hozzá Veszprém megye biztonságának javításához. A reagáló képesség fejlesztése, a képzések, a beavatkozás elemzések eredményeképpen a beavatkozások szakmai színvonala erősítette a lakosság életének és anyagi javainak védelmét. Szeretném ezen a fórumon is megköszönni a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság teljes személyi állományának 2016 évi munkáját. Mint ahogy az eredmények is mutatják, igen komoly és megfeszített munkát végzett 2016-ban a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Én bízom benne, hogy 2017-ben is elsősorban a megelőzésre, a felkészítésre, a biztonság növelésére fogjuk tudni energiánkat fordítani, és tovább fogjuk tudni erősíteni Veszprém megye biztonságát. Én köszönöm, hogy meghallgattak, és állok rendelkezésükre, hogyha kérdéseik vannak.